Én véleményem szerint, ha már itt vagyunk a nemzeti ünnepnél, azért ne felejtsétek el, hogy a magyar forradalom 1848-ban valójában győzött, de két birodalom szövetkezett egymással, az úgynevezett Szent Szövetség, a Habsburg birodalom, meg az akkori orosz birodalom, és vérbe taposták ezt a szabadságharcot. És én nem gondolom, hogy a hitleri Németország nacionalista volt, legalább annyi köze volt, annyi volt benne a náci eszmében a nacionalizmusból, mint a szocializmusból. Igazából a legborzalmas dolog, hogy rasszista volt, a másik dolog, hogy egy birodalmat akartak létrehozni, faji alapon egy 1000 éves Európa álmat akartak megvalósítani, és ott is tehát a bajt Európára a birodalom hozta, a német birodalom hozta létre. Ha például visszatérve, ha a 48-as szabadságba sikerült volna, vagy 48-49-es szabadságharcba sikerült volna kivinni az ország függetlenségét, nem vagyok benne biztos, hogy az első világháborúba belekeveredtünk volna, vagy egyáltalán sor került volna az első világháborúba. Ez az első világháború sem a mi háborunk volt. És emberek, miért voltunk 40 évig a kommunista diktatúra alatt? Ha nem jött volna a német birodalom, nem jött volna létre, én nem hiszem el, a Magyarországon volt antiszemitizmus, de nem hiszem el, hogy Magyarországon kiirtották volna a zsidókat. Antiszemitizmus volt, negatív diszkrimináció volt, jogfosztottást el tudom képzelni, hogy volt. A antiszemita atrocitásra egészen biztos, hogy sor került volna. De nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a náci Németország nélkül a Magyarország belement volna ilyen mocskos, piszkos, gonosz dolgokba. És valójában 40 évig, a második világban 40 évig ezért voltunk szovjet elnyomás alatt. Én nem akarom a magyar embereknek és a magyar államnak a felelősségét fölmenteni, de nem vagyok benne biztos, hogy a nyilasok valaha is Magyarországon hatalomra kerültek volna. Én ezzel csak azt akarom mondani, hogy sokkal több bajt okoztak a birodalmak, mint a nemzeti szuverenitás vagy függetlenség alapon álló országok.